A színházi workshop ötlete Pregicel Fruzsina színművésztől származik. Keresztes Attila Marosvásárhelyi rendezőt kérte fel a feladatra, és az idén sikerült támogatást kapni a Magyar Művészeti Akadémia színház művészeti tagozatától. A vidéki színházak nem szerveztek még ilyen workshopot, ezért is izgalmas a teátrum számára ez a lehetőség. A művésznő úgy véli, hogy nagyon fontos, hogy egy színész kíváncsi legyen a határaira. Nagyon örülök, hogy színházam van volt annyi merészség és bátorság, hogy éppen itt a színdebádban erre lehetőséget adott nekünk. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy fejlődjünk. Vagy, vagy, azzal, hogy különböző rendezők jönnek hozzánk, de azok általában a teljesítmény kényszer miatt, vagy az időrövidsége miatt ö, képtelenek arra, egyáltalán az egész csapat képtelen arra, hogy, hogy egy elmélyültebb ö, műhely munka mentén fejlődhessen. Most erre lehetőség van, és ezt nem győzöm elég hangsúlyozni, hogy szerintem egy picit történelmi, amit most írunk ezzel a workshoppal. A workshop résztvevőit köszöntötte a színház igazgatója is, aki úgy gondolja, ez egy különleges lehetőség a művészek számára. A színészeink egy ö, olyan mókuskerékben vannak, ami, ami egy, egy teljesítmény kényszer tulajdonképpen, és ez a workshop lehetőséget biztosít arra, hogy a kollégák egy kicsit ö, másfajta módon dolgozzanak. Itt egy kicsit... Ö, impulzusokat kapnak, de nincs rajtuk nyomás, hogy előadásnak, készül, előadásnak el kell készülnie. Egy kicsit tréningnek, egy kicsit képzésnek vehetjük ezt az egész workshop folyamatot, és én nagyon bízom benne, hogy, hogy élvezni fogják ezt a, ezt a kicsit másfajta munkát. A foglalkozásokra a színház valamennyi művészét várják, és meghívták a művészeti középiskola diákjait is, akik teljesen más aspektusból szemlélik a témát. A workshop tárgya Shakespeare világa, a harmadik Rihárd. Óriási anyag, mert ugye itt a igazán második Henriktől az a harmadik Richard az utolsó Plantagenet, tehát ugye ez egy ö, több száz évet átívelő ö, ö, történet, de hát ö, mondom, bízom abban, hogy egy olyan ízelítőt, vagy egyáltalán a kíváncsiságukat fel tudjuk kelteni ezeknek a diákoknak, hogy megértsenek valamit Shakespeare-ből, valamit a színházból, egyáltalán az önkifejezésből és a művészetből. A workshop foglalkozásait négy héten keresztül szombatonként tartják majd a Szimbát Színház Történeti Rendezvénytérben.